Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, előttem pedig a Verdi Mars Pro mobiltelefon készülék a GearBest webáruháztól, és akkor egy kicsit bekapcsoltam, hogy beszéljek az Androidról, illetve beszéljünk magáról a mobiltelefon készülékre, hogy mik is a tapasztalataink használat során. Ugye phabletről beszélünk, 5,5-szoros kijelző, Full HD felbontás, kapacitív érintőképernyő, az érintésekkel nem volt problémám, Gorilla Glass 3-as üveg, ívelt kijelzőről beszélünk, teljesen jó az a 178 fokos betekintési szög, a processzorunk az MediaTek Helio P25-ös, 8 magas processzor, 2,5 GHz-es órán dolgoznak a magjaink, ugye 6 GB memóriánk van, DDR4-es modulokról beszélünk, Mali T880-as MP2-es grafikus vezérlőről beszélünk, úgyhogy tényleg nincsen probléma a teljesítménnyel, egy ilyen nagyon fapados Androidot kaptunk a telefon készülékünkre. Valójában tényleg a teljesítménnyel nincs gond, Antutu tesztet futtattunk, ennek a képernyő képeit, ugye nézhetitek az eredményt az oldalunkon, fönn van a tesztnek az oldalán, egy ilyen 63 000 forint, de amúgy nagyjából ennyibe kerül a készülék is, de ilyen 63 000 pontot ért el Antutu teszten, ugye ez nem egy kiinduló pont a készüléknek a teljesítményével kapcsolatban, de azért lehet vele számolni, hogy nagyjából mit tudhat a készülék. Ugyanezt az eredményt éri el a Xiaomi Redmi Note 4 mobiltelefon készülék, de hogy miért hozom ezt most föl, erre még ki fogok térni. Valójában a Verdi Marsról beszéltünk, 7,6 mm vastag, 3500 mAh-es aksi van, USB-C típusú csatlakozó, gyors töltés funkcióval, körülbelül egy ilyen 45-50 perc alatt teljesen föl lehet tölteni a készüléket teljes kapacitásra, ugye Dual SIM Standby készülékről beszélünk, de hogyha nem használjuk a Dual SIM funkciót, akkor a SIM tárcánk az hibrid, microSD-vel akár 256 GB-ossal tudjuk bővíteni a már meglévő 64 GB belső tárcánk. Hardware-es hangerő szabályzó gombunk, bekapcsoló gombunk és új lenyomatolvasónk van, hardware-es menügombok nincsenek, csak szoftveresen vannak menügombjaink. Ugye van nekünk egy audio csatlakozónk a telefon tetején, de ugye használhatjuk még az USB-C típusú csatlakozót, itt van a hangszóró kivezetésünk és a mikrofonunk. Hát a telefonbeszélgetések minősége az eléggé tiszta volt, én azt mondanám, hogy egész jó volt ennél a telefonnál. Igazság szerint, ami fájó pont volt nekem, hogyha egy kicsit árnyékoltabb helyre ment, ahol még más telefonkészülékek bőven kezelik ott még a 4G-t, bőven kezelik a stabil minőségi hálózatot, ott van, hogy elmegy a hálózat, illetve nem működik a 4G, hanem átmegy 2G-be a készülék, szóval ennyi problémám volt, hogy nem teljesen tökéletes volt a vétel, illetve nem azt mondanám, hogy nem teljesen tökéletes, azt mondanám, hogy teljesen jó használható készülék, de más helyeken, amíg más készülék jobban veszi a térerőt, addig ez a készülék inkább már akkor kezdi leadni a térerőt, kezd egy kicsit visszaesni, és ez eléggé rosszul jön ki használatban. Valójában az új lenyomatolvasó minősége, hogy itt van az oldalán is ide rakta a gyártó, ennek vannak hátulütői, vannak jó pontjai, hátulütője az, hogy én nagyjából mindig így fogom meg a készüléket, és már egyből jönnek a rossz új lenyomatolvasási problémák. Szerintem, legalábbis ez szubjektív vélemény, de szerintem nem jó helyen van az új lenyomatolvasó, másrészt pedig nem is jó reagál, hogyha jó reagálna, akkor ezzel nem is lehet, hogy nem is lenne problémám. Ugye már, mondtam nektek, hogy teljesen minőségi darab, teljesen jól össze van szerelve a készülék, van egy hátlapi 13 megapixeles kameránk, autofókusz funkcióval és kéttonosú LED vakuval, Sony szenzorral ellátva. Hát ez a hátlapi kamera ez olyan, hogy szerintem a gyártó is tudja, hogy nem sült el jól. Van ugye az előlapon pedig van egy 5 megapixeles kameránk, és amit még nem mondtam kicsomagoláskor, hogyha levesszük a védőfóliát, akkor egy ilyen alapfólia van még a készüléken. Úgyhogy ráérünk még üvegfóliát rendelni, hogyha esetleg használjuk a készüléket. Az Androidunk az fapad. Az teljesen fapad, egy gyári rendszert kapunk, Google alkalmazásokkal előtelepítve, ugye Play áruházzal, van nekünk egy ilyen alkalmazás menünk, teljesen gördülékenyen működik a rendszer, soha nem futottam bele lagba, legalábbis én ezt tapasztaltam. Mióta nálam van a készülék, 3 frissítés jött ki, és mivel mondtam nektek a kamerának a minőségét, ugye tesztotókat láthattok a tesztben, illetve
illetve fenn az oldalunkon, meg mondtam az új lenyomatolvasónak a minőségét. Nagyon sok, már három frissítés óta update érkezett azóta, mióta nálam van a készülék, és mindegyiknek a frissítésében leírásként ott szerepel a kameramodulnak a javítása. Szóval a gyártó is érzi, hogy egyszerűen labdába nem rúghat mellettük senki egy ilyen minőséggel, egy ilyen árértékarányjal, de tudják azt, hogy azért sokan azért nem választják ezt a készüléket, illetve az ő készüléküket, mert a kameramodul az nem igazán sikerült jól, és az új lenyomatolvasó is azért egy kisebb csalódás, úgymond. De hogyha ezek fölött el tudunk siklani, akkor egy brutális jó készülékről beszélünk, főleg, hogyha az USB ajzat működik, és működik megfelelően gyors töltés, mivel amikor volt nálam a Verni Mars a V-Tech-től, ott megjegyeztem, hogy a gyors töltés opció nem működött, és ott volt, hogy 4-6 óra volt egy készülék feltöltés, itt most már azért megfelelően működik, de tudhatjuk azt is, hogy USB ajzattal lehet probléma, hogyha ilyen töltési problémáid vannak, akkor az valószínűleg garanciális javítást igényel, vagy az USB ajzatot az USB ajzatnak a paneljét cserélni kell. Úgyhogy ez most hála jó égnek a Mars Pro-nál ez jól működött. Hogyha lehúzzuk az ujjunkat, akkor itt van nekünk a gyors kapcsolós sávunk, ugye itt tudunk Wi-Fi-t, Bluetooth-t, GPS kapcsolni, tartalomátküldés kapcsolni, egyéb dolgokat beállítani, fényerőt hangolni, vagy automatikus fényerőre kapcsolni, vagy éjszakai üzemmódot kapcsolni. Úgyhogy ez a szokásos Android, szokásos kis lapozás. Hogyha belemegyünk itt a középen, akkor itt vannak a telepített alkalmazásaink. Ugye itt van nekünk három szoftveres menügombunk alul, van egy back, van egy home, és ugye van nekünk egy menügombunk. A menügombban már az éppen futó alkalmazásokat tudjuk meghívni, és meg tudjuk nyitni, vagy éppenséggel ki tudjuk az összeset lőni, hogyha ezt akarjuk csinálni. SMS telefon alkalmazás szól, a GPS, a navigáció nagyon jól működött a készüléken, gyors a készülék, lehet vele játszani. Szóval mindennapi használatról több e-mail fiókkal, ugye 3500 mAh-es akkumulátort raktak a Verni Mars Pro-ba, gyors töltés opcióval. Én azt mondom, hogy én naponta töltöttem, ha bár én nem játékos vagyok, én 6 e-mail címet állítottam be, Facebook ment rajta folyamatosan, Twitter ment rajta folyamatosan, folyamatos 4G mobilneten volt a készülék, ha nem volt 4G-n, akkor Wi-Fi-n volt a készülék, és így körülbelül ilyen egy napot, egy kicsivel maximum egy ilyen 30 órát, 36 órát tudtam üzemidőnek betudni, de amúgy naponta azért általában töltőre kellett raknom a készüléket, úgyhogy ezt a 3500 mAh-es aksit tölteni kell, de hála jóinek van gyors töltés opciónk. Arra figyelni kell, hogy gyors töltésnél nagyon durván forrósodik a készülék, de ez mondhatni normális, ez a kis fémházas készülék, ami tényleg egy kiváló készülék. A betekintési szöggel, amit mondtam már nektek, hogy tényleg nem volt problémám se a teljesítménnyel, se a beszélgetések minőségével, csak a térerő problémával. Az új lenyomatolvasó az tényleg rossz, a kamera meg tényleg olyan, amilyen, hogy hagy némi kívánnivaló, de mondom, ezt a gyártó is tudja, mert a cikkben olvashatjátok, hogy három óta update-et kaptam, és mind a háromban benne van a kamera funkciók javítása. Kell is. Valójában, mivel fapad Androidról beszélünk, sok minden nem tudok nektek mutatni, csak az, hogy bemegyek a beállításokba. És a beállításokon belül, hogyha itt vagyunk, akkor van nekünk egy Wi-Fi. Ugye a Wi-Fi-nél ugyanúgy, hogyha bemegyünk a speciálisba, akkor itt van a VPS beállítás, hogyha valakit ez úgy különösebben érdekel, hogyha itt rámegyünk, akkor így is felhozhatjuk ugye a beállítások menüt. Ugye a kezdőlap beállítása, azt is megtehetjük, vagy éppenséggel, hogyha visszajövünk, akkor itt van nekünk, hogy Bluetooth, ugye SIM-kártyák. Ugye a SIM-kártyákhoz, hogy bejövünk, én Telenoros SIM-mel használtam a készüléket, nem dual SIM-esként, hanem egy SIM-mel használtam, és teljes mértékben felismerte az APN-eket. Ha bejövök ide a SIM-kártya beállításába, akkor átírhatom a nevet, vagy szerkesztetem a SIM-t. De itt van a továbbiak rész, amiről beszéltem, ugye itt van nekünk a mobilhálózatok, és itt vannak az egyéb beállítások, de itt vannak a hozzáférési pontok nevei, és itt van, hogy Telenor Online a Telenoros APN, de itt tudunk új APN-t hozzáadni, vagy esetleg a meglévőt konfigurálni, hogyha valamiért nem működik a mobil internetünk, vagy nem ismeri fel automatikusan a készülék. Valójában tényleg teljesen gördülékenyen működik a rendszer, van nekünk egy ilyen kamerához nyomja a bekapcsoló gombot, vagy a bekapcsoló gomb megszakítja a hívást, vagy nekünk egy értesítési sáv, az értesítési sáv elrejthető, és ugye itt kapcsolhatjuk, hogy milyen menü gombokat akarunk alulra, milyen funkciógombokat, ugye ezzel le tudjuk húzni az értesítő sávot, ezzel pedig visszamegyünk egyet.
Van nekünk ilyen mozdulatokra, ugye, hogyha le akarjuk némítani a telefont, akkor elfordítjuk, vagy hogy akarunk képernyőképet csinálni, de a képernyőkép készítés ugyanúgy működik, hogyha a hardveres hangerő lefelé szabályzót, vagy a bekapcsoló gombot egyszerre megnyomjuk, akkor hogyha egyszerre sikerül megnyomni ezt a két gombot, akkor csinál a készülék egy képernyőképet, úgyhogy így is tudunk képernyőképet csinálni, mint minden androidos készüléken. Van nekünk ugye állapotsorunk, milyen állapotsor, milyen kapcsolókat akarunk itt fölül ugye megjeleníteni. Itt az állapotsor, a kapcsolósornál itt lapozhatunk, szóval azért elég végtelen a lehetőség, több mindent kirakhatunk. Hogyha visszamegyünk, akkor van nekünk ugye megjelenítés, a megjelenítésben tudjuk állítani a fényerőszintet, alkalmazkodó fényerőt, háttérképet, alvómódot, éjszakai üzemmódot, ugye, hogyha olvasó üzemmódba akarjuk rakni, képernyővédőt, betűméretet, megjelenített méretet, az eszköz forgatása, ugye, hogy mindig forgass el az eszközt, ugye, már hogyha kilépek most a kezdőképernyőre, akkor így is el tudom forgatni. De hát ez mind tényleg egy androidos alapbeállítás. Ugyanitt vannak a hangbeállítások. Ha visszamegyek, akkor itt van nekem az alkalmazások, ugye a telepített alkalmazások listája. És itt van nekem a tárolás. Ugye jelenleg egy belső tárhely van benne a készülékben, ugye 60 GB belső tárhelyen rendelkezik a készülék, és van benne még egy 32 GB-os micro SD, mivel én egy SIM-mel használom, most jelenleg egy micro SIM és egy micro SD van benne. Körülbelül most nem akarok butaságot mondani, de azt hiszem, úgy emlékszem, hogy ilyen 53 GB, a 64-ből ilyen 53 GB a felhasználható tárterület, a többit már belakja az Android rendszer, ugye ami elő van telepítve a készülékem. Van nekünk itt akkumulátor, hát az akkumulátori teljesítmény és energiatakarékosság, egyensúlymód. Igazság szerint az akkumulátort nem kalibráltam a használathoz képest, szóval mindent az alapértéken használtam, nem mentem át arra, hogy most valamit kikapcsoljon a telefon időközben, vagy lekapcsoljon éjszaka. Teljesen az alapbeállításokon használtam, így tudtam be magamnak ezt a 30x órás üzemidőt, úgyhogy mondom, folyamatosan 4G, vagy folyamatosan Wi-Fi, meg folyamatosan használtam a mobiltelefonkészüléket. Hát a memóriánk az 6 GB memória, ugye 5,7 GB-ot ír összesnek a készülék, átlagosan 22%-a használt, ilyen 1,3 GB, nem nagyon léptem túl a tesztidőszak alatt ezt a mennyiséget. Egy ilyen 4 GB memóriám mindig szabad volt. Szóval brutális ez a 6 GB mennyiség. Brutális. Ez szerintem felhasználó, átlag felhasználó soha nem fogja kihasználni. Ugye felhasználók, tartózkodási hely, GPS. A GPS navigáció nagyon jól működött a készüléken, gyorsan talált a Sygic GPS navigációs szoftver, illetve a GPS test alkalmazás, és még a Waze alkalmazással navigáltam, mind a hárommal jól működött. De hát ugye a Waze az már mobil internet alapú, a 4G kapcsolat, a mobil internet az teljesen stabilan működött a készüléken. Mondom, ahol olyan árnyékoltabb helyen voltam, ahol más készülék még lehet, hogy 4G-zett volna, ez a készülék már lement 3G-be, szóval ennyi hátulütője van, de amúgy egy stabil készüléknek mondanám. Ugye van nekünk egy biztonság funkció, ugye képernyő, zárlás, a PIN kód, új lenyomat. Ugye én 5 darab új lenyomatot állítottam be, mind az 5-öt erre az egy helyre egyetlen egy újomat programoztam fel, így próbáltam átverni az érzékelőt azzal, hogy hát ha jobb lesz az olvasás minősége, sajnos nem lett jobb az olvasás minősége, 10-ből 4-szer vagy 5-ször tudja olvasni jól az új lenyomatot, nagyon sokszor lelokkol, és mindig kóddal kell feloldanom a telefont, szóval ez nem sikerült a gyártónak, többi szokásos Android beállítás, vannak ugye fiókok, Google fiókok, stb. Itt mindent be lehet állítani, hogy mit szinkronizáljon, milyen közösségi alkalmazásokat, Google beállítások, nyelv és bevitel, ugye teljes mértékben magyar nyelvű a készülék, teljes mértékben magyar nyelvi támogatott, biztonsági mentés és visszaállítás, gyári adatokat, itt is alaphelyzetbe lehet állítani a készülékünket, és hogyha visszamegyek még a beállításokba, akkor van nekünk itt még dátum, idő, bekikapcsolás, ütemezés, kisegítő lehetőségek.
És ugye van nekünk még egy telefonról rész. Ugye itt van a vezeték nélküli frissítés, az OTB-t, ugye mondtam nektek, hogy a vezeték nélküli, illetve az OTB-t frissítések, illetve a hivatalos update-ek rendszeresen jönnek. Legutóbb 9. hó 25-én volt, előtte 9. hó 7-én, vagy 8-án, vagy 15, nem tudom, meg volt 8. hó valamennyedikén, szóval automatikusan egyből jönnek a frissítések. Hogyha ide jövök a build számra, akkor elméletileg a fejlesztői lehetőségeket be tudjuk kapcsolni, hogyha nyomogatjuk, visszajövünk, és akkor elméletileg megjönnek a fejlesztői beállítások. Ugye itt kapcsolhatjuk be az OM feloldást, és itt tudjuk bekapcsolni az USB hibakeresést, és egyéb más funkciókkal itt tudunk szórakozni. A készüléknek az érintési reagálása jó, nagyon más nem tudok mutatni, hogyha itt folyamatosan nyomva tartom az ujjam, akkor így tudok modulokat kirakni, háttérképeket, vagy egyből a beállításokba menni, alapértelmezett kezdőképernyőt nem tudok beállítani, szóval tényleg teljesen az alap Androidról beszélünk. Hogyha egy Nova indítópultot telepítünk rá, ugye akkor tudjuk zárolni a képernyőn lévő alkalmazásokat, nagyon sok dologtól meg tudjuk magunkat kímélni, tényleg a Novával kapcsolatban. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen úgyis valaki fog valamit rá telepíteni, mert kell, mert nagyon fapad az Android, ami nem feltétlen probléma. Szóval azt mondom, hogy ha árérték arányban nézem a készüléket, hogy 60-70 ezer forint körül be tudom szerezni ezt a fémházas, brutál kis hardware-rel rendelkező, 6 GB-ban rendelkező készüléket, amit tudja, hogy az életben nem fogsz kihasználni, tudsz vele játszani, tudod mindenre használni, de az új lenyomat olvasó meg a kamera, az nagyon nagy érvágás szerintem. És hogyha bejövünk a kamerába, akkor itt tudunk bejönni a kamera beállításaiba, normál vagy panoráma, és akkor itt van egy ilyen kis beállítás ikon, és itt tudjuk összekapni azt, hogy képstabilizátor, képjellege, a képjellege milyen legyen, ugye, hogy stabil kép, éjszakai, önkioldó, a képméretet itt tudjuk állítani, ugyanúgy a videóméretet, és ugyanúgy tudjuk a villózásgátlót, vagy a képtulajdonságokat is tudjuk itt konfigurálni. Hát én alapértelmezett beállításokkal néztem a képet, igazság szerint én nem voltam vele elégedett, egyáltalán nem voltam vele elégedett. Hogyha a videóba belejövünk, akkor itt tudjuk nézni a videónak a beállításait, vagy itt tudjuk nézni, hogy 4K videó felvételre is képes. Hát volt ugye a Wörnimaschner, volt pont szoftveresen az a rész, hogy én nagyon le voltam döbbenve, hogy 4K-s videóminőség, vagy 4K-s felvételt reklámoznak, vagy már nem is tudom, lehet, hogy ez az Apollónál volt, és nem volt lehetőség erre a szoftverben, csak a Full HD, de itt hála jó égnek a 4K felvétel az megvan. Úgyhogy nagy vonalakban ő lenne a Wörnimars Pro Androidja, egy nagyon alap Android, szóval arra föl kell készülni, mondom, egy Nova indítópultot, ha raksz föl, én is használtam, akkor le tudod zárolni az alkalmazásokat, rengeteg olyan funkciót el tudsz érni, amit a gyári alap Androiddal nem tudsz elérni a Wörnimars Pro-nál, és akkor elégedett is leszel a készülékkel. Mindennapi használat során én tényleg azt mondom, hogy minden úgy működik, ahogy kell, én elégedett voltam a készülékkel, meg elégedett is vagyok a készülékkel. Ami nekem fájó pont volt tényleg, az az új lenyomatolvasó, és maga még a nem is az új lenyomat olvasó, hát maga még a kameramodulnak a része, de ezt a cikkben bővebben olvashatjátok, megnézhetitek, mert azért írtam róla egy pár sort, és aki ennek tudatában van, úgy válassza ezt a készüléket. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról, előttem pedig a Wörnimars Pro, a Gearbest webáruháztól, az Androiddal, Android 7-essel, ugye egy nagy vonalakban egy kicsit beszéltem róla, bemutattam nektek, sziasztok!